Hello, hello, üdvözöllek benneteket. Na nézzük csak, hogy is állunk itt. Jó, hát ezt próbálom ismertetni újból a Kozmikus Akadémia valóságát, ami valójában már régóta megvan, és szóval tulajdonképpen jó, mert itt lehet bővebben tárgyalni és részletekben ezekben a kozmikus dolgokra. Kiderült, hogy a kávéemmel kell mennem. Addig nézzétek ezt a képet itten, mert a kávé az úgy látszik fontos, meg majdnem kezdett el. Elég lesz a kávé. Meg kell. Nézd, hogy a főzébe is részt kell venni. Főzőcske, de okosabb. Jó, meg senki nem érte. De hogy. Igen. Közben megtaláltam a kávémat. Az fontos. Délelőtt van még itt nálunk. 11 óra 8 perc. Nálatok már azt hiszem 7 óra 8 perc van. Ja. Jó, jó lenne fölébredni reggel, még nem ittam kávét. A kávé az egy olyan, hogy mondják, jó dolog. Üdvözöllek! Szóval próbálom reklámozni ezt a Kozmikus Akadémiát, mert a Facebook jó, de utoljára észrevettem, hogy sokan nem hallották a hangomat. És gondoltam arra, hogy a YouTube-on keresztül várjátok, nem valami. Megpróbálom fölgyújtani a villanyt, hát az. Egy kicsit. Ja, egy kicsit jobb lett. Hogy próbálom összeszedni a gondolataimat. Gyorsan üdvözöllek tégedet is. Ja, ez jó esik a kávé. Különösen az első kávé mai napon. Úgy szoktam venni, hogy megveszem rendesen a kávét, és ledarálom. Nem, Magyarországon megtanultam, 2 hónapig voltunk pár éve ezelőtt Magyarországon, hogy a darált kávét nem szabad fogyasztani, nem szabadna fogyasztani Magyarországon. Ha előre ledarált kávét, csak azért említem nektek. Mert nem jó dolgok vannak benne. Az a legjobb, ha megveszi az ember a szabadrája, és magának megkészíti. És ha valamit érez a kávén, akkor nagyon oda kell figyelni az embernek az egészségére. Hát visszatekintve az akadémiára, hát a Jurántia információk az a legmagasabb információk, ami a megtalálható a főső vezetőség körébe, ami azt jelenti, hogy tudomása van róla, azt hiszem mindenkinek, minden elnöknek a Földön tudni kell róla, és egy bizonyos alapismertetőt kapnak a Jurántia könyvről, hogy tudják, hogy hol áll ez a világ, a világegyetem melyik sarkába és melyik élettérben létezünk. De az eseményeket tényleg függetlenek, mert hát tényleg nagyon sok dolog történik a mai világban. Csak fizikailag érint bennünket érzelmileg, de lelkileg nem szabadna, hogy mi. Jó, köszi. Nem szabadna, hogy a belső létünket megzavarja. Persze nagyon könnyű ezt mondani, és nehéz betartani, nagyon nehéz. Szóval
az információk az egyéni tapasztalataimon és a Jurántia könyvön alapszanak, és az új infókon, ami jön állandóan jönnek az információk, és odafigyelek mindenre, és jönnek különböző forrásokból, föntről, jobbról, balról, előről, hátulról, jók, rosszak. Mondjuk a rosszakra is odafigyelek, hogy tudjam azt, hogy mire képesek egyes lények, vagy egyes emberek, vagy vezetők. De egyelőre talán vezetők próbálják elkerülni a konfliktusokat, de nem hiszem, hogy fog sikerülni, mert a körülmények megváltoznak, változik a földünk, és abból nem tudnak az emberek sem olyan könnyen kilépni a földi változásokba. Hát rárakom a Facebookra is, hát átról tudnak jönni onnét is az emberek egy pillanat. Facebook, hogy beugorjanak ide. Ja. Szóval érdekes, hogy ha van valami gondolatotok, szívesen próbálok rá válaszolni, mert hirtelen még a kávének nincs hatása, még mindig olyan, hogy mondják, majdnem olyan ébredező formában vagyok. Egy jó kávé, most főztem, most daráltam le, most főztem, olasz kávé. Azt mondják, hogy ha jót akar inni, vagy enni, az ember magának meg kell csinálni. Ez az igazság, vagy pedig a családon belül meg előkészítik. Ja, közben néha vár a házi munka is. Hát a jelen pillanatban az egyik érdekessége, hogy a Földünk különleges időjárási viszonyok alakulnak ki, ami tulajdonképpen hirtelen hideg-meleg hatására, de egy ilyen kisebb lehűlés következik be a Földön, amire, hogy mondják, Hofi szerint is érdemes fölkészülni, öltözködjünk rétegesen, gondolkozunk rétegesen, hogy váratlanul ne érje az embert a hirtelen, vagy egy hosszabb ideig tartó lehűlés, ami gondolom Európában elég komoly problémákat okozhat. Ez az újabb dolog itt mostan, hogy különösen Európának a keleti, na ez is a nyugati részét fogja érinteni, nyugati-keleti részét, északi részét érinti a lehűlés, ez lehet elég drasztikus sajnos. A Földünk változásban van, hogy szinte olyan, mint egy hatalmas űrhajó, és akkor szágúdozik a naprendszeren belül is, a naprendszerünk meg megy a galaxis szélén körbe-körbe. Szóval minden az energia áramlat mozgásában mi is vagyunk, és mi is energia lények vagyunk. És ez egy jó dolog, mert az energia az átalakul, de a személyiség az marad. És a személyiség az a lényeg, akik valójában vagyunk, akik valójában létezünk, és a fontos dolog az, hogy képes legyen az ember változni, vagy változtatni. Hát a gondolatokon a legnehezebb változtatni, de az új dolgokat, ha elfogadja az ember, beszéljünk a kozmikus valóságokról, amiben beletartozik jó és rossz is, mondjuk, mert odafönn sem mindenki jó, be kell ismerni, ide, hogy a Földünkön sem. De általában úgy szokott lenni, hogy a jóknak a társaságában mozog egy másik viszonyok között. A jók, a pozitívak. A negatívok általában vonzák egymást, a negatív. Érdekes módon, hogy egymást etetik. Egymást hízlalják a negatív lények, erők, és egymást. De ez egy viszonylagot rövid ideig szokott tartani egy kozmikus időszakban, egy földön, vagy minden bolygón egy rövid ideig tart. Ha valamit kell segíteni, szólja,
mert azért házi munka nem maradhat egyet. Ja, gyorsan kaptam egy visszajelzést, hogy nem szabad megmondanom, hogy én segítek a konyhába. Nem mondhatom meg, a világán nem szabad kürtölni, hogy én néha szoktam segíteni, vagy általában mindig. Na, hát, szóval hiába a házasságon belül is már most már 50 éve vagyunk együtt a kedves feleségemmel, hogy vannak ezek a picike, kisebb-nagyobb tányérkanál csőrenések, és ezáltal ezek mindig megpróbálja az ember kompromisszumot kötni. Üdvözöllek, Ági, Edith, Emese, Ágnes, üdvözlök mindenkit, hogy a konfliktusokat önmagán belül is le tudja rendezni. Ehhez kell a fősőbbény, a lelki valósága. Tulajdonképpen ez hogy olyan, úgy kellene megérteni, persze mindenki egyénileg értékeli, ez jó, ez a legjobb. De vannak technikák, amivel el tudjuk érni azt, hogy ha valami egy érzelmi hullámzat, egy negatív gondolat, vagy egy negatív dolgok történnek az ember körül, hogy reagál az ember, hogy az érzelmeik azok, amik nagyon nagy hatással vannak a jelenre és a közeljövőre is. Azt, ha mindig úgy lássa, akármi történik, bármi történik, hogy ez egy helyzet, ez a helyzetet meg lehet változtatni minden esetben, ez lehet alkalmazkodni, és ezt meg lehet oldani, és ezt túl tudjuk magunkat tenni. Ha így gondolkozunk, akkor győztesek vagyunk, már abban a pillanatban. Megoldottuk a gondolatban. Ám most kozmikus valóságokban is a pozitívokra figyelnek rá. Itt van egy hatalmas regisztráló rendszer, körülöttünk láthatatlan, a különleges láthatatlan szatellájtok, orbok, milliárdjai léteznek a Földön, az életterünket áthidalják, ezek a lények, és ezek figyelik az embernek elsősorban az érzelmi világunkat, pozitívságunkat. Pozitív tulajdonképpen az, amikor ténylegesek vagyunk, állandóak vagyunk, örökkévalóak vagyunk, jelen pillanatban, már most. Mert ha az ember magát tudja halhatatlanná tenni, örökkévalóvá tenni, és lehetetlenné tenni a gondolatai útján. Na most a helyzeteken, ami adódnak, általában a helyzetek az életünkben adódnak, de amikor előre elképzeli az ember, hogy a mai nap minden rendben lesz, a mai nap megoldok mindent, előre főkészül az ember gondolataiba, általában azok a napok rendben történnek. Képzeljétek el, megtervezitek a napjaitokat. Föl kell az ember álmosan, nyűgösen, fáradtan, és azt mondja, mindegy, akármilyen. Mi van? Mai napon jónak kell lenni, hiszek benne. Gondolom, hogy ez megoldom a problémákat, minden rendben lesz, és erősítem magamat, mert bennem van az erő. Egyszerűen én vagyok az, aki a legfelsőbb énem valósága, én vagyok. Abban a pillanatban előhívja az ember a felső énjét, az erejét, az igazi erejét valóságban, az igazi erejét, és akkor kilép az életbe. Ha már nyugodtan és magabiztosan kilép, akkor az a nap nyugodt és magabiztos lesz. Képzeljétek. Na most a következő életünkben, ha most elképzeljük, mert el lehet képzelni, hogy az életnek a folyamatossága megvan. Minden olyan gondolatot el kell utasítani önmagunkba, ami azt mondja, hogy ami próbál bennünket lehúzni, hogy hibáztál, megint hibáztál, rossz a gondolataid, rossz a viselkedésed, azonnal helyesbíteni kell. Én vagyok, majd én rendezem a gondolataim, rendezem magamat, észem vagyok, tudom, mit csinálok, hibáztam, megváltoztatom, és
ha van ez a akarat, a gondolati erőknek az akarati úton való megvalósítása már a jövőnket, ha közel, a legközelebbi közeljövőnket megváltoztassuk. Hát szomorú volt, mert volt, kaptam olyan információkat, hogy az ember, tényleg az, tudom, hogy az emberek sok negatív dolog történik velük, de őszintén megmondom, hogy sok esetben nincsenek véletlenek, amit ahogy gondolkoztunk, ahogy cselekedtünk a múltba, azért vagyunk itt, ezen a helyen, szent helyen. Na most, ha most, ahogy gondolkozunk, és ahogy elképzeljük, és ahogy meghatározzuk a gondolati úton, hogy mai napom rendben lesz, az életemet rendezem, a gondolataimat rendezem. Na most, ha a gondolatok azok kisugároznak, mert energia lényeg vagyunk, és elérik azt a szférát, ami azt mondják, ez pozitív, ez a lény, ez pozitív. Na nézzük, hogy pozitív eseményeket kialakítsuk, segítsünk kialakítani. Ugyanis ő már gondolataiba kialakította, és akkor hirtelen megváltoznak a körülmények. Az ember képes megváltoztatni a körülményeit. Így higgyétek, ez a valóság. Higgyétek el. Az akarat, van lehetőség. Hogy mondják, a tehetetlenség, az lehetetlenség. Egy gondolattal az ember le tudja magát sújtani. De ne engedjétek, hogy mások gondolatai befolyásoljanak benneteket. Egy főső, hogy mondják, egy olyan lények vagytok, akiknek megvan adva, hogy a fősőbb énetekkel, isteni létetekkel gondolkozzatok, akkor meg tudjátok valósítani a jelent és a közeljövőt. És még a távoli jövőt is. Szóval ezért nagyon érdekes, hogy a pozitív alkotó erővel, gondolatainkkal, képzeletünkkel, visualizationnel, az se rossz, ha már tudjuk egy kicsit itt belőle elképzelni, de van egy látomásunk róla, nőről képről, akkor azt előre tudjuk vetíteni. Hát sikeres emberek általában minden esetben erősen akarták, és nem hagyták, hogy a gondolatok eltévesszék. Nem gondolták azt, hogy az a gondolat, hogy nem fog sikerülni, nem tudod megcsinálni, nem fog sikerülni, azokat azt mondja, meg tudom csinálni, lehetséges, meg tudom csinálni, újra próbálkozok, van tehetségem. Például a tehetség is érdekes. Tehetséget meg tudjátok kapni. A tehetséget. Valakik születnek tehetségeseknek. Valakik akarati úton, gondolati úton tehetségesek válnak. Képzeljétek. Vannak olyan dolgok, amik átalakítsák az embernek az értelmi rendszerét, az emberi agyat is, többek között az emberi DNA-t, géneket, minden. Ez tudományosan a legmagasabb szinteken bizonyítva van, de vissza van tartva a tömegtől, mert ha elő tud állítani az emberi pozitív energiát, ami befolyásolja a gondolati úton, befolyásolja az ő energiarendszerét pozitívan, az erő, az a tudás, az hatalom, gyerekek, azt higgyétek el, az hatalom, az tudja az embert fölemelni a különböző éven kozmikus, spirituális síkra tudja emelni, ha tud valamiről, és elhiszi, és el tudja fogadni, föl tudja fogni, akkor szinte a fősőbb lények között érezheti magát, gondolati úton is. Szóval nagyon fontos, hogy viszonyulunk az önmagunk belső gondolataihoz, elképzeléseihez, álmaihoz, vágyaihoz. Az pozitív. Ezek minden lehetség. Na jó, vannak olyan dolgok, ami nem építő dolgok, azt megakadályozzák. Vagy olyan dolog, hogy az ember többet akar, ami járna neki, azt így befolyásolják azért fölülről.
de a negatívoknak többet adnak, mert azt mondják, hát ez egy negatív példa lesz. Mondjuk ma a mi földünk is egy negatív kísérleti bolygó, amiben a negativitás a rossz kétharmad részében dolgozik, a többségében rossz a dolgok, de egyharmad része a szilárd, az a stabil. Azok a fejlődők, a pozitívak, szóval akiknek van lehetőségük. De vannak, akik már túlléptek a negativitást, annak már vége. Szóval szélsőséges a mi bolygónk. Általában egy normális bolygón, ami nem ilyen kísérleti, nem ilyen elzárt, mint a miénk, a fejlődés az töretlen. Bár a törvények rettentően szigorúak. Ezek, mi emberek például nehezen tudnának alkalmazkodni egy másik civilizációnak a törvényeihez. Ahhoz oda kell születnünk. Képzeljétek. Mert csak elmondok egy dolgot. Én is átléptem Kanadába, itt élek az életem felén, 35 éve. Nem tudok teljesen alkalmazkodni a kanadai viszonyokhoz, csak egy bizonyos 40-50%-i szintig. Mert ez szinte lehetetlen. Szóval ahhoz, hogy ide kell születni, például az én unokáim, vagy dédunokáim ide születtek, ők már abban a síkon gondolkoznak. Na most ennek van jó oldala is, rossz oldala is. Az a legjobb, ha az ember ismeri mind a két oldalát a dolgoknak, vagy a három oldalát. Igen. Igen, képesek vagyunk teremteni, mert megkaptuk a szabad akaratot, az, hogy például családot alapít az illető. Művészi alkotások vannak. Építenek csodálatos dolgokat az emberek, új dolgokat. De, hogy mondjam, közös alkotók vagyunk, a bennünk lévő isteni lényel együtt alkotunk. Szóval nem szabad, hogy az ember önmagát a emberi gyarló részét istenítse, hanem az önmagának a fősőbbényét kell alázatosan elfogadni és együttműködni vele. Mert mindent tőle kaptunk. Tulajdonképpen a világegyetem, ha úgy veszük, energia. A mi létünk energia. A mi tudatunkat is onnét kaptuk, az értelmünket. Az értelmi valósága spirituális az embernek. A gondolataink nagy része spirituális. Azok az irányító rendszerek, ami föl van építve a világegyetemben, intelligens, szuperintelligensé a rendszerek, azok az értelmi rendszerünket update-olják, befolyásolják állandóan. Mindenki ért a föld. Szóval senki se gondolja magáról. Maga még a legokosabb ember is valahogy alázatosnak kell lenni, mert mindent megkap, és tovább. Megvan a képessége hozzá, hogy föl tudja fogni. De csak föl fogja. Képzeljétek el, hogy olyan, mint a rádióadóvernő készülék az emberi agy, hogy a regisztrálja, a csatorna, befutnak az információk, vagy lekéri az információkat a fősőbb lényektől, akik azok is megkapják még a fölöttük lévőktől. Mert 7 szinten dolgozik ez, 7 különböző energia, tökéletesebb energiaszinteken dolgozik ez az értelmi valóságok, ez fantasztikus. Szóval én se tulajdonítok magamnak nagy dolgot, mert én is, amit átadok, általában megkapom, vagy előtte, vagy közvetlenül jelen pillanatban. És csak így tudok segíteni, hogy megkapom a segítséget, és átadom a segítséget. Persze sok ember úgy van vele, hogy megkapja a segítséget, és ezért változtassa önző módon. Persze annak csak egy rövid ideig van jelentősége általában. Na, hát ez egy rövid elmékedés volt.
De az alkotók, teremtők vagyunk, abba biztosak vagyunk. Közösen alkotunk a fősőbb énünkkel, az isteni énünkkel közösen alkotunk. Még akkor is, ha egyé válunk vele, még mindig a többi isteni lényel együtt közösen alkotunk, vagy fősőbb, hogy mondja, szuper lényekkel, mert az igazán magas lények azok nem nincsen biológiai anyagi testük, általában ezek a saját anyagi részecskéket előállítanak, abból áll az ő testük, ami nem bomló. Mi testünk a földi eredeti, állati eredeti fizikai test, ezt annak ellenére, hogy tényleg van bennünk egy 5-10% földön kívüli DNA, de azoknak a testje is anyagi eredetű, érdekes módon. Sőt, már változásban van a földön lévő fizikai testünk is. Aki el tudja viselni a változásokat békésen, az tud változtatni rajta, aki nem, az tényleg megbetegszik és eltávozik. Majdnem olyan dolog ez, mint egy energia mezőbe úsznánk, léteznénk, és ha tudunk hozzá alkalmazni, az az energia mező mindig átváltoztat bennünket, mindig tökéletesít. És na most, ha valaki nem tud, akkor az vissza lép egy szinten lejjebb, és újból indul, hogy a fejlődését vissza tudja, új lehetőségeket kap. Szóval ez nagyon nagy érdekessége, hogy az élet az folyamatos a világegyetemben, és ennek egy tök, hogy mondjam, örök része vagyunk ennek a folyamatnak. Igen. Nehéz az a mai világban nyugodtnak lenni. Szakítsatok magatokat ide. Segítsek valamit? Jó. Közben megkérdezem, hogy miben lehetek szolgálatára a főszakásnőnek. Hát próbálkozunk azért. Én is érdekes módon meglepődtem, hogy nagyon sokan jelentkeztek, sokan látták a videómat. És képzeljétek el, hogy a földön a férfiak és a nők között van állandó bizonyos konfliktus, negativitás, polarity, pozitív vitás, de ezt így tervezték meg az alkotó lények. Direkt így tervezték, hogy ez a konfliktus fönnmaradjon. Én is akkor értettem meg ezt legjobban, amikor átmentem a Jurántia könyvben, és ott bőven tárgyalja, hogy milyen logikával alkották meg a férfit és a nőt, mert nagyon sok lény a világegyetemben, két nemű. Szóval egyben létezik a férfi és a nő, annak ellenére tudnak alkotni, de nem úgy, mint a földi biológiai lények másképp. A viszonyok azok hasonlóak nagyjából, a családi viszonyok minden szinten, és a magasabb szinteken is. Az a testvériség, a családi, annak megvan a szentsége, az tökéletesen megvan a szentsége, és az meg is fog maradni mindörökké. Szóval ez egy nagyon jó dolog, de érdekes módon a mai világban a nők erősebbek, mint a férfiak, és nem picivel sokkal erősebbek. És sokkal spirituálisabbak, sokkal lelkibbek, könnyebben tudnak a rezdülésekre, nagyobb a képességük figyelni és fölfogni a magasabb dolgokat, képzeljétek el. Ez az én élettapasztalatom. Azon kívül fizikailag is erősebbek a nők. Sőt, most már elmondom nektek az a véleményem, hogy mindenben egyenlő a férfi és a nő, de a jelen pillanatban a nők a mai világban sokkal erősebbek a férfiaknál. És spirituálisan is, és hogy mondják, idegileg, érzelmileg is erősebbek. Jobban el tudják viselni a kudarcokat. Férfiak általában beletörnek, gyorsan feladják, mint a gyerekek. Szóval a nőknek nagyon kell vigyázni a férfiakra, mert a gyerekek állnak szemben legtöbbször. Valószínű,
Az is lehet, hogy nem tudom, de ez nekem is. Nem tudják a férfiak értékelni önmagukat, se az élettársukat, vagy a feleségüket, vagy a nőket úgy, ahogy kellene. Vagy a tradíció miatt, vagy a vallások miatt a világegyetemben egyenlőség van. Egyértelmű. Maximális egyenlőség van. Azt tudjátok, hogy ott mindenki egyenlő, a férfi és a nő maximálisan. De itt most a Földön a nők átveszik a vezető szerepet. És az az érzésem, a következő civilizáción, következő fejlődésében is a nők fognak, átveszik a vezető szerepet a Földön, a jövőbe. Én úgy gondolom, mint férfi, hogy ez jó dolog, mert kell tanulni a férfiaknak sok mindent a hölgyektől. Kell tanulni, hogy fölnőjenek a férfiak a magasabb értékekhez. Nem akarom őket bántani, a férfiakat, de nagyon sok gyöngeséget látok bennük. Most ebben a házban, ahol lakok, ez egy ilyen nyugdíjasoknak fenntartott ház. Itt van 250 lakás, és van körülbelül 60 férfi és 190 nő. Érdekes módon, hogy nem fizikailag se bírják az élet viszonyait elviselni a férfiak. Elsősorban szerintem azért, mert feladják önmagukat, feladják, és túlzásba viszik a játékokat is, de kisgyerekek. Ígyunk, játszunk, és akkor végig a játék. Nem látom tragikusnak, mert adnak nekik lehetőséget az élet folyamatában, hogy visszatérnek valamilyen formában, valamilyen tudati formában. A személyiség az fontos, hogy fejlődjön, és van rá lehetősége még. De ez érdekes, hogy például az új jelentkezők nagy része szinte 70%-a hölgy. És tiszteletem, mély tiszteletem és szeretetem irántuk, mert tudom azt, hogy jobban érzik a kozmikus, spirituális, lelki valóságokat, mint a férfiak. A férfiak az nagyon elanyagiasodtak, és ez szomorú, számomra szomorú. De hát van egy pár itt férfi, akik 90 éven fölül van, és még jó bírják magukat. És most ünnepeltem az egyik barátomnak a férfi századik évfordulóját. Birthday party századik, érdekes volt az is. Szóval vannak, de ez nagyon kevés. 100 éves magyar ember, az ritkaság, az az érzésem Magyarországon is. Azt mondja, ő szokta figyelni a statisztikát, ez a 100 éves magyar, a kanadai statisztikát, meg a magyarországit, azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy a világbajnok. Mondom, te vagy a világbajnok, mondom, 100 évesen mondom. Gyorsabban lehajul, mint egy 50-60 éves ember vagy nő. Képzeljétek el. Leheti a szalvétáját, hogy ül a széken egy hölgy, leheti a szalvétáját, odaugrik a 100 éves magyar ember, fölveszi oda a gyerek. Érdekes. De ez ritkaság, mondom. De ez mondjuk a magyarán mondva 10 millióból egy ilyen magyar ember. Szóval de vannak. De a hölgyek is... Hát mondom, a lelki világ az meghatározza az erőt is. A valóságos erőt meghatározza, ami nem fizikai. Ami alkotóerő, és az fontos, és az a földön kívüliek, testvéreink szerint, plédiensek szerint, hogy a nőknek nagyobb vezető szerepeik lesznek a jövőben. Általában, amit ők állítanak, nagy részt beigazolódik. Nem mondom 100%-osan, de
ők szoktak előrevetíteni dolgokat, amit már tudnak. Most érdekes módon, hogy a múlt, a földünk múltja, jelene és a jövő, ez szinte olyan, mint egy izében megy. Egy varázsgömbbe van benne. És akik kívülül vannak, azok örökkévalók lények, és azok tudják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Pontosan. És meghatároznák. Szóval nagyon érdekes, hogy vannak, nem lehet dogmatikusan gondolkozni, forradalmilag kell gondolkozni. Ne engedjétek magatokat. Hát igen, öregszik az ország. Kanada is öregszik. De tulajdonképpen az öregedés, hát 120 évig kellene az embereknek élni a Földön. Általában nagy részük meg se éri a felét se. Szóval a probléma szerintem még mindig a fiatalokkal van, mert fiatalok tudati szintje, fizikai szinte nagyon erősen degenerálódik az új nemzedék. A technikához annyira hozzászoktak, hogy már nem is akarnak gondolkozni, és nem is akarnak semmit csinálni, majd a robotok megcsinálják helyettük. Ez egy tragédia lesz, azt hiszem. És hát öregszik az ország. Hát változások jönnek. Hát nagyon közelenek látom a változásokat. Időpontot nem tudok, vagy nem is. Ha tudnám, akkor sem mondhatnám meg, vagy nem ajánlatos tudni. Az az igazság, az időpontot. De azt megközelítelek, hogy minden, az egész földünk megváltozik. Az egész civilizáció megváltozik. Na most a jóknak jó irányba. Ez egyértelmű. Azok, akik bele tudják magukat helyezni a spirituális lelki valóságba, elfogadják, hogy egy érző és pozitív lények a világegyetemben, egy alkotó lények vagyunk, akkor helyünk van. Az életek megnyílnak előttünk. És akármilyen változás van, mindig megtaláljuk a helyünket, és újból ott leszünk pont, ahol elértük, mondjuk egy feladat közben ér a változás. Pont a következő lépcsőn és egy feladat, ugyanannál a feladatnál találjuk magunkat, és meg tudjuk oldani. Tovább tudjuk vinni a fejlődésünk szakaszait a következő lét formába. Ez nagyon jó tudni. Hogy semmit, amit itt elkezdünk a Földön, vagy például a családi viszonyok. Hát a család itt van, és ha tényleg az én apám, anyám, bátyám eltávozott, léteznek. Sőt, ha nagyon akarom, látom őket a kozmikus valóságban. Mondjuk a kapcsolatot nem engedik, hogy fölvegyem velük, de én láthatom őket. Szóval ilyen szempontból ez egy ilyen látnoki képesség. De ez ha ti el tudjátok képzelni, akkor te is meg tudjátok látni. Szóval nekem, hogy mondják, vizuális memóriám van, vizuális memória, hogy képekbe, videókba látok mindent, és azokat én rögzítem, és azokra visszaemlékszek. És ha látom magam előtt például a barátaimat, akik már eltávoztak, látom az élettérben, hogy léteznek. Érdekes. Szóval ez nagyon furcsa, hogy át tudom látni a téridőt és a különböző dimenziókat. Van ez a, hogy mondjam, vizuális vagy látnoki képességem, hogy ezt meg lehet látni. De ezt gyerekkorom óta kifejlesztettem, és így ezt nem vesztettem el senkit. Mindenkit látok, hogy él, mozog különböző életterekben. Sőt, a magyarság nagyjait is látom, azok, akik valamikor itt éltek a Földön, királyok, hadvezérek,
kedvenceim voltak, azokat mind léteznek odafönt. Szóval más formában, de ugyanazok a személyiségek. Képzeljétek el. Szóval ennek a világegyetemnek megvannak a csodái. Ennek olyan csodái, csodálatosan meg van alkotva, hogy minden érték megmaradt. Minden szép, minden jó, minden csodálatos, minden alkotó gondolatok megmaradnak. Azok is, amit még nem tudtunk megoldani, azok is megmaradnak, mert a következő életében megoldjuk őket. Megoldjuk. De jó, hogyha az ember itt, ebbe az életbe mindenkit elfogad, tisztelettel, szeretettel, hogy nem visz, itt magával nem viszi el a tragédiát. Itt mindenkinek megbocsát az ember, itt mindenkit értékel azon a szinten, ahol van, és ezáltal aljában nem viszi magával azokat a sebeket, azokat a belső tragédiákat. Megbocsátás az az első dolog, hogy megbocsájtunk, megbocsájtunk. Mert mindenkivel történnek problémák, nekem is volt problémám az én apámmal, de tudom, hogy milyen viszonyok alakították ki a dolgokat, és amikor az ember megismeri mindent, a múltat, az ő múltját is, akkor megismeri, hogy a megbocsátás a bölcsességnek a jele, és az fontos az életben is. Akkor már nem visz magába semmit. És akárhova jut, melyik szférába, vagy élettérbe, vagy dimenzióba, ott tiszta lapa indul. Nem szomorúsága, nem érzelmi tragédiákat ne vigyen magával az ember. Itt oldja meg, próbálja megoldani. Mert segítséget kap rá. Minden egyes ember kap rá segítséget, akiért. És ma magával szembenéz. Mert ha megbocsátunk magunknak, világegyetem azt mondja, fiam, minden rendben van. Le vagy rendezve. Te lerendezted magad. Megbocsájtottál, megértetted, hogy miért volt, még akkor is, ha tragikus, akkor is, ha nagyon tragikus, akkor is. A fejlődés sajnos bukkanokkal jár a civilizációkban, a nemzeteknél, a családoknál, egyéneknél, ez tragédiák vannak, voltak, talán még lesznek is, de a másik szférákban, a szinteken már minimális. Különösen akkor, hogyha az illető tényleg odafönt is azt mondja, hogy én most rossz leszek, vagy rosszalkodni akarok, tudatosan, akkor ott problémák vannak. Az angyalok egy része is azt mondja, hát én csintalan vagyok, rosszalkodok, azt mondják, hogy na akkor bukás lefelé, leszállsz egy kicsit a mélybe. Szóval nézzétek, a fősőbb lényeket neki is el kell számolni a tetteikkel, a valóságokkal, amit tesznek. Nem csak, a törvények nem csak a földi emberekre vonatkoznak, vonatkoznak mindenfajta lényre a világegyetemben. Mindenkinek alkalmazkodni kell a szeretet és az egység törvényéhez, ami valójában alkotásnak a törvénye. Tehát az alkotáshoz egység kell, és egységben van az erő, és abban tudjuk önmagunkat is megvalósítani, ha megvan a belső egység. Szóval ez egy visszatükröző valóságok. Hát örültem, hát majd fölteszem esetleg a YouTube-ra, vagy a YouTube-on van, most fölteszem majd a Facebook-ra, vagy pedig átrakom ezt is a Kozmika Akadémiára. Az akadémiával az a kapcsolat, hogy ott egy kicsit mélyebben tudnánk belemenni ezekbe a dolgokba, ami az istenségek tudása, értelmi gondolatai, viszonyai az ember és az istenek között lévő kapcsolat. És az ember belső kapcsolata ezáltal, hogy tud ezekre pozitívan reagálni, és pozitívan föl tudja magát építeni, az nagyon fontos.
Hát nagyon, én is üdvözlök mindenkit szeretettel, legyen jó napotok, képzeljétek el, jó napotok, jó estétek lesz, jó álmatok lesz, jó elképzelésetek lesz, jó valóság, és nagyon nagy lehetőségetek van, hogy pont abba fogjátok magatokat találni, előbb vagy utóbb, lehet, hogy előbb. Szóval a képzeleteket, a vágyait, álmaitokat, ami pozitív, vagy pozitívan, azokat képesek vagytok megvalósítani, mert ti is egy szabad akaratú, pozitív alkotó lények vagytok, akik meg fogják önmagukat alkotni újból és újból. Szóval ez a válaszom nektek, és szeretettel búcsúzok, hogy még legyen itt időm egy kicsit a házi munkát is elvégezni, mert kapok egyet. Szóval így van ez, gyerekek. A családban alkalmazkodni kell mindenkihez. Szeretettel, legjobbakat.